téli időszakban egy fontos növényt szeretnék bemutatni. Neki az a neve, hogy fagyöngy, mégpedig a fehér fagyöngy csapatához tartozik. Látjuk is, hogy a kis gyöngyöcskék, nem tudom, hogy mennyire látható, a kis gyöngyöcskék fehér színűek. A fehér fagyöngy nyárfákon, gyümölcsfákon, például alma, vad gyümölcsökön található meg, ráépül az anya növényre, beleépül, és aztán ő avval a tápértékkel, avval az üzenettel, amit a segítője ad, avval fejleszti magát. Vannak bizonyos megközelítések, ahol azt mondják, hogy a gyümölcsfákon lévő fagyöngyök az igazán hatékonyak. Vannak olyan megközelítések, ahol kifejezetten a nyárfáról beszélnek, és természetesen, ha felvetődik az, hogy fehér fagyöngy, akkor kérdés, hogy milyen más olyan fagyöngyöket is találunk, amelyeket esetleg a régi gyógyászat nem tartott olyan fontosnak. A tölgyfaféléken, az erdőkben megjelenő sárga színű kis gyöngyöcskékkel rendelkező fagyöngy, népi nevén a fakín, a másik, amelyikkel kevésbé foglalkoznak, és azt mondják, hogy vele sok probléma van. Itt kell megjegyezni, hogy természetesen a történelem szempontjából nézzük, akkor például a francia vagy a germán területeken szakrális üzenete volt a sárga színű vagy fakín nevű fagyöngyöknek. Egy picit ezt a fehér fagyöngy rendszert próbáljuk itt átnézni. Tudatosan választottam itt egy olyan asztalfelületet, amely lakkozott, hogy esetleg a tükröződéssel jobban láthassuk, hogy a fagyöngyöcske hogyan települ bele az anya testbe. Itt láthatjuk ezt a nagy gumót, ha lenne egy lézerrendszerünk, akkor itt a metszetben meg tudnánk figyelni a gyökereket, hogyan halad bele a gyümölcsfa testébe a fagyöngynek a gyökere. Tehát itt az ujjam, nem tudom, hogy mennyire látszik, itt kell megfigyelnünk a gombák mellett, ugye ő már egy halott test, a gombák mellett itt látható. Nagyon nehéz úgy ujjal mutatni, hogy ez jól látszódjék. Ez itt már a fagyönynek a kis teste. Másrészt pedig érdemes megnéznünk magát a fagyöngyöt, egy kicsit arrébb jövök. Itt láthatjuk, hogy például ezek a tapintása is érezhető ilyen bőrszerű levelek, ezek a fontos, gyógyászati szempontból fontos részecskék. Másrészt pedig nézzünk csak itt meg egy olyan felületet, amelynél talán könnyebben tudom megmutatni, egyetlen egy pici mozdulattal az ágacskái ilyen kis darabkákra törnek le. Ezek az ágacskák, ezek, amelyek a gyógyászati rendszerben fontosak lehetnek. Most ebben a kis üzenetben természetesen, nem tudom mennyire lehet látni, így, itt vannak ezek a kis részecskék. Nem elsődlegesen az a fontos, hogy az összes hatóanyagot feldolgozzuk, csak szeretném megmutatni házi feladatnak azok számára, akiket érdekel, hogy a fagyöngy hogyan működik. Ezek a kis, pici, fehér gömböcskék nagyon erősen ragasztóanyagot is tartalmaznak, és a magvacskák is ezekben a gyöngyökben vannak. Amikor jönnek a madarak, akkor szépen bekajálják és megpihennek egy másik fán, amikor megemésztették volna mindazt, amit télen ettek, akkor egyszer csak trotty, a ragacsos anyag egy következő fán ott marad, és így tulajdonképpen a növény továbbítani tudja magát, mert a magocskák ott pedig a másik fán szépen elindulnak egy új növekedésnek.
megpróbáltam mindehhez egy kis rajzocskát is készíteni, így a fejem is látszik, meg a rajzocska is, meg kell közel menni, és talán itt látható, hogy a fagyöngy, amelyet az előbb képeken is néztünk, bele, mint egy ékkel beleépül a gazatestbe, és aztán egy ilyen kis hálózattal, az élhálózatára a gazatestnek rákapcsolódik, és így tud ő tovább élni, és természetesen a csatornákon keresztül a táplálékot földolgozni saját magában, amiből aztán ő természetesen egyedi módon alakítja ki a belső tartalmát, attól függően, hogy körte, alma, tehát gyümölcsfák, vagy éppen más, mondjuk nyárfának a hatóanyagait tartalmaz. És itt ez a kis, hát, hogy is mondjam, napocska-szerű forma azt mutatja, amit meséltem, hogy a gyöngyöcskék a nehézkedés miatt ugye rátapadnak, amikor a madaracskák tovább mennek és nem tudták földolgozni ezt a fagyöngy szemet, rátapadnak a felületre, széttrottyannak, és a ragasztóanyagon keresztül benne lévő magocskát egy következő fában kifejlesztik. A házi feladat természetesen az lenne, hogy egy kicsit a fagyöngyök után is nézzünk, annál is inkább, mert a régi leíratok szerint december elejétől január vége, február közepéig lehet gyűjteni ezeket a növényeket hazánkban. Hozzá kell tenni, hogy most az európai környezetben, a nyugat-európai területeken nagyjából kipusztult, vagy kevéssé lehet megtalálni ezt a növényt, tehát főleg itt Kelet-Európában van. Bulgária, a szerb területek, Románia és hazánk területén is. Ennek az egyik oka az volt, hogy a 70-es években nagy divat volt Németországban, hogy ezeket a szép növényeket elvitték karácsony környékén, és felakasztották az ajtó fölé, de ezt hosszabb lenne feldolgozni, itthon nálunk még van ez a gyógyítóanyag.